A karantén nem lakatlan sziget, nem mindegy, hogy milyen lélekkel kezdtük el és milyennel fejezzük be, emlékeztetett Makovicki Gyula. Az evangélikus lelkész a kialakult helyzettel kapcsolatban stábunknak elmondta azt, hogy lelassult az életünk, hasznos dolgokra is fordíthatjuk, ugyanakkor sok veszélyt is hordozhat magában ez az átmeneti életforma. A rohanó világunkban most esélyt kaptunk arra, hogy többet foglalkozhatunk magunkkal, párunkkal, szeretteinkkel. Makovicki Gyula szerint ez az egyik legfőbb pozitívuma a kialakult helyzetnek. A karantén az nagyon veszélyes is lehet. Lehet káros és lehet romboló. És ennek hatalmas veszélye van. De lehet ez a karantén óriási lehetőség, hiszen lelassulnak a dolgaink. Van időnk foglalkozni magunkkal, egymással, az Úristen dolgaival. A karantén az nem lakatlan sziget, ahol semmi meg senki nincsen. Megvannak a technika lehetőségei, ki lehet pótolni azt, ami elveszett, lehet olvasni, lehet uh, filmeket nézni, amiket talán már több tíz éve dédelgetek, hogy hú, de szeretném. A Kanizsa tévén a veszélyhelyzet ideje alatt is minden vasárnap láthatnak Mise és Istenisztelet közvetítést a hívek.